a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trendefemen. Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a napvendége pedig Gelencsér András, a Pannon Egyetem, mint megtudtuk, volt rektora. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt keltette fel az érdeklődésemet, mert már volt benne nálunk itt korábban a stúdióban, szóval újra azt keltette fel az érdeklődést részemről, hogy klímaváltozással kapcsolatban jegyzett egy cikket a portfolio.hu-n, ami arról szólt, hogy nem is az üvegház hatású modelleket kéne most már elsősorban Klimaváltozással klímaváltozással kapcsolatban nézni, persze fontos mérőszám a hőmérsékletemelkedés a szárazföldön, de inkább a tengereket kéne figyelni, miért pont a tengereket? Hát ugye egy kicsit pontosítanám, tehát azért az üvegházhatás az most is működik, csak amikor az éghajlat változás hatásairól gondolkodunk, akkor nem az üvegházat kellene magunk elé képzelni, mert az üvegházban nincs víz és jég, miközben a földünknek a nagy részét ugye óceánok borítják, illetve hát a jég, az állandó jég birodalma is óriási. Tehát amikor a hatásokat elemezzük, akkor ezeknek a, a változásaira kellene koncentrálnunk, amelyek hát ugye Magyarországon pont éppen nincsenek, de a jövőnket mégis közvetve, átételesen ezek fogják eldönteni. Miért pont egyébként lehetne esetleg akár fontosabb a tenger? Mert ott látszik az, hogy milyen drámai változásokat okoz, akár az északi e, jégsapka olvadás, akár a déli az Antarktiszon, e, vagy más miatt, energiahatás miatt például? Hát ugye azzal, hogy az óceán borítja a föld felszínének a kétharmad részét, az az energia többlet, amely a légkörben képződik, mondjuk nem kis részben az üvegházhatásnak köszönhetően, az az energia többlet kb. 90%-ban az óceánokban nyelődik el. Tehát az az energia az nem a légkörben van, hanem oda lent az óceánokban. Tehát ha azt mérjük és figyeljük, akkor tudjuk ezeket a változásokat a legjobban értelmezni, nyomon követni. Nem is beszélve arról, hogy az óceánnak hatalmas a tömege, a sűrűsége, és ott olyan folyamatok zajlanak, például óceáni áramlások, amelyek azért az éghajlatunkat igen nagy mértékben tudják befolyásolni, hogyha azokkal valami történik. Volt egyébként az elmúlt egy-két hétben nálunk is interjú arról, hogy pont a golf áramlat, ami a legismertebb és leginkább hat például európai időjárására, szóval, hogy már ott is mérhetőek a problémák egyfajta áramlat lassulás formájában, és más, leginkább az ázsiai térségre és az amerikai térségre jellemző áramlatoknál is ugyanez megfigyelhető. Amikor problémákat, éghajlati problémákat elemzünk, akkor az áramlatokra kell koncentrálni, vagy tengerhőmérsékletre, vagy akár mindezekre együtt? Hát ezek egymással összefüggnek, tehát például az óceán felszíni hőmérséklet az befolyásolja az áramlásoknak a, a sebességét, illetve azt, hogy ezekkel mi fog történni. Ugyanis ennek a hajtó ereje az a hőmérséklet különbség, illetve a, a sűrűség különbség és hát a hőmérséklet egyértelműen hatással van az óceáni áramlási rendszerre. Egyébként nem a golf áramlatról van szó pontosan, hanem az, hanem az észak-atlanti áramlási rendszerről, amelynek része tulajdonképpen a golf áramlat, de valóban mintegy 15%-ot gyengült azóta, amióta ezt rendszeresen mérik. Mi az, amik már nyilvánvalók ön szerint, amire jóval hangosabban kéne odafigyelni, akár egyébként a döntéshozóknak, mert sokszor ez rajtuk múlik, de akár a közvéleménynek, hogy nem 10-15-20 év múlva jelentkeznek a problémák majd a klímaváltozás szempontjából, hanem folyamatosan, fokozatosan. Tehát nem az lesz, hogy akkor mondjuk van még egy jó 20 évünk, és akkor utána lehetnek bőven 40 fokos nyarak, alacsonyabb, csapadék eloszlással, akár néhol komoly szélviharokkal, hanem, hanem mondjuk ez pár évente előfordulhat, és ez akár erősödhet is fokozatosan. Igen, hát az előrejelzések azok egy picit, picit szépítőek, tehát hogy azt gondoljuk, hogy ezek a változások majd a 70-es években, 2070 környékén lesznek érzékeltőek, hát ezek most is azok. Tehát sokkal gyorsabbak a változások, mint amit úgymond bevallunk magunknak, és amely, amire tulajdonképpen készülünk. Tehát ideje lenne a valósággal szembenézni, és azokra a folyamatokra készülni, adaptálódni, amelyek valójában be fognak következni, illetve már most is bekövetkeznek. Mennyivel gyorsabbak ezek a folyamatok? Itt folyamatosan ez a másfél Celsius fok, mint egyfajta ilyen szent Grál, ö, van a köztudatban, hogy ennyivel kéne az átlag, hangsúlyozottan az átlag emelkedést ö, tompítani, szóval ennyivel kéne benn maradni. Ennél jóval ö, nagyobb a baj ön szerint, hogyha a tengerekre, óceánokra tekintünk ki? Hát, tulajdonképpen az elmúlt 14 hónapban, ha jól tudom, a, ezt a másfél fokot már elhaladtuk. Ugye a másfél fok az nem az aktuálisan mért hőmérsékletre vonatkozik, hanem egy hosszabb időszaknak az átlagára, tehát ott még tulajdonképpen nem értük el a másfél fokot, de hát semmi nem mutat arra, hogy ezt az elkövetkező néhány évben nem fogjuk megtenni. Tehát a másfél fokot nyugodtan el lehet felejteni, az egy politikai kommunikációs panel. Egyébként is teljesen elérhetetlen volt, már akkor is, amikor megszületett, de de mostanra tulajdonképpen teljesen reménytelen ebben ebben bízni. Ugye azt mondták, hogy ez a másfél fok, ez egy kritikus határ lesz az emberiség történetében, mert utána már olyan folyamatok indulnak el, amelyeket nem tudunk megállítani. Hát jelentem, ezek a folyamatok már elindultak, tehát már a visszacsatolások működnek, és ezeknek a, a léptéke is egyre nagyobb mértékű lesz tehát itt már semmi nem utal arra, hogy, hogy bármi is meg fog tudni, akár másfél, akár két, akár hány fokon belül általunk állni. Az más kérdés, hogy a természet tud produkálni olyan meglepő, meglepő történéseket, amelyek ezt a folyamatot például akár meg is fordítják. Hát itt az óceáni áramlásokról volt szó, hát annak a leállása azért Európát elég rendesen is az ellenkező irányba befolyásolná éghajlat szempontjából. Hát konkrétan nagyon-nagyon hideg telek lennének, ha nem lenne golfáramat, és nagyon-nagyon forró nyarak, de akár a két szélső hőmérséklet között szerintem ilyen 50 fokos különbség is lehet. Magyarán mínusz 20-30, és ki tudja plusz 30, akár 40. Mennyire Oké, okay, megfordítom inkább ezt a dolgot. Ha mondjuk túlságosan pozitív ezzel kapcsolatban a kommunikáció, akkor akkor milyen változások vannak már most, amin, hát amin látszódik, hogy ez a másfél fok bizony nem fog összejönni? Hát igen, ugye a novemberben jött ki egy olyan tanulmány, első ízben sikerült 20 év műholdas mérési adatsorát, folyamatosan megvalósítani, illetve azokat elemezni, hogy az elmúlt húsz évben tapasztalható melegedésnek csak egyharmad részét okozta az üvegházhatás, és kétharmad részét az okozta, hogy globálisan csökkent a felhő borítottság, azaz kevesebb felhő volt felettünk. Ezt egyébként nem csak műholdról, hanem hanem minden a felszínről is uh, ki lehet mérni, és ezt uh, felszíni mérési adatok is alátámasztják. Tehát, hogy a kevesebb felhő azt jelenti, hogy ugye több napsugárzás éri el a felszín, több energia, és ez a melegedésnek a legfontosabb tényezője. Ez már nem az a tényező, ami, amit mi okoztunk közvetlenül, ugye az üvegházhatásban azért a szerepünk elvitathatatlan, ez már a visszacsatolás. Tehát, mi okozza azt, hogy kevesebb felhő van? Az, hogy a vízgőz az gőz állapotban marad a légkörben, mert ha magasabb a hőmérséklet, akkor kevésbé tud kicsapódni. Ezek nem mennék bele, ezek elég speciális fizikai folyamatok, elolvasható, nagyon jó összefoglalók vannak a meteorológiai szolgálatnak a honlapján. Ezek egyszerű fizikai törvények. A lényeg, hogy akkor kevesebb csapadék, vagy akkor egyenetlenebb eloszlásról csapadék? Igen, egyenetlenebb beloszlás, illetve hogy a idő kisebb hányadában, tehát kevesebb napon van csapadék, és ha van, akkor azok kiadósabb csapadékok, ahogy azt a napjainkban is tapasztalhatjuk. Ez a felhő nem képződés, tehát az, hogy magasabb hősugárzás éri, hogy átlagban egy évben a föld bizonyos területeit, Egyébként, csak így jelezném, Európa ebben vezető, tehát Európában állítólag az átlag emelkedés az magasabb lesz, mint más területeken. Szóval ez a probléma egyik forrása, illetve ez is jelzi már a probléma nagyságát, vagy mi az, ami még jelzi, amit már, amit már mérésekkel lehet igazolni? Hát ugye az északi sarkvidéknek a jegéről érdemes még beszélni, tehát ott azért óriási mértékű a jégvesztés, és nagyon gyors változások vannak. Például a tengeri jég kiterjedése, a műholdas mérések kezdete óta, amit ugye 1979-ben kezdtek el először, azóta 70%-kal csökkent a térfogata az jégnek. Tehát ez brutálisan nagy szám, ugye több tízezer köbkilométer jégről beszélünk. Az Antartisz az stabilnak tűnt a, az elmúlt évtized közepéig, de 16 óta azért az Antarktiszon is nagyon durva és egyre gyorsuló változások vannak, és a tavalyi év, meg az idei év az példátlan null nagy jégvesztés produkál, és, és nagyon kicsi most a jégkiterjedés, annak ellenére, hogy, a, hogy tél van a, a Déli én igen. Ez e, már érezhető egyébként tengerszintemelkedésben is? Mérhető? Az úszójég az ugye nem járul olvadása, nem járul hozzá a tengerszint emelkedéshez, csak a szárazföldről a gletszerek olvadása az, ami a tengerszint emelkedését okozza, de a hőtágulás, az például az óceánok vizének a hőtágulása, a melegedés miatt, az egy nagyon fontos tényező az eddig tapasztalható. A tengerszint emelkedésben. Egyébként, ha már a tengerszintnél tartunk, ezt nyugodtan lehet a Föld hőmérőjének tekinteni, mert a, mind az olvadás, mind pedig a hőtágulás az a melegedés következménye, és a tengerszint emelkedéséből következtethetünk arra, hogy bolygónk folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben melegszik. Miért fontos még az, hogy akár az északi, akár a déli féltekén, vagy miért lenne fontos akkor mondjuk így, hogy minél nagyobb területen megmaradjon a, a jég? Hát ugye a jégnek van egy olyan tulajdonság, hogy fehér, és a, a fehér szín az azt is jelenti, hogy a napsugárzás nagyobb ö, arányban verődik vissza róla. Hát ugye ezért lehet síterepeken is akár nagyon komoly hóvakságot elszenvedni ha elolvad a jég, akkor helyette ott lesz a sötét óceán, vagy a, alatt a sötét szikla, amely hát sokkal nagyobb hányadát nyer el a napsugárzásnak, azaz sokkal több energiát tud általa vételezni a föld. Itt az elmúlt hónapokban, hogyha visszanézte az ember a rendkívüli időjárási jelenségeket, persze minden évben lehet találni rendkívüli időjárási jelenséget, de most mintha egy kicsit tényleg megszaporodtak volna, ez az 50 fok feletti hőmérséklet Szaúd-Arábiában, a például mekkai zarándoklat alatt okozott, egyébként több száz halálos áldozattal járó eseményeket. Aztán, ha az ember mondjuk akár a magyar időjárási jelentéseket lapozgatja, ilyen olyan kifejezésekkel találkozik, ami szerintem annyira nem volt benne a köztudatban, ez a szárazzivatar légzuhatag, tehát különböző olyan furcsa ö, időjárási jelenség, ami lehet, hogy megvolt a nagy lexikonokban, meg a meteorológusok fejében, hogy ezek úgy nagyjából léteznek, de hogy pont az európai területen ezekkel találkozunk, az, az, ö, az szerintem nem volt meg. Ö, ha most ö, a mostani tudásból ö, indulunk ki mennyire? fog megváltozni ön szerint, mondjuk, hogy tíz éven belül az időjárás Európában. Ezt lehet-e, megmondja ma bárki, vagy igazából pont emiatt az óceán-tengeri változások miatt mindenki egy kicsit sötétben tapogatózik ezzel kapcsolatban? Igen, én inkább az utóbbit Gondolnék, az, hogy ezeket a gyors változásokat a modellek nem tudják lekövetni. Tehát azok az éghajti modellek, amelyek jósolnak valamit 20, 30, 50, 70 év múlva, azokban ezek még nincsenek beépítve. Tehát azok ezt nem tudják uh, utolérni. Hát uh, én inkább azt mondanám, én nem tudom megjósolni, hogy mi lesz. Én azt mondanám, hogy én nem lepődnék meg tulajdonképpen semmit. Tehát ha bármi történne az éghajlattal, vagy az időjárással, azon én nem lepődök meg. A mostani állapoton sem lepődök meg egyáltalán, tehát ez, ez csak azoknak meglepetés, akik nem a valóság volt tájékozódnak. Mi az, amivel nem tud számolni most a, a jelenlegi kríma modell, Vagy nem mer? Hát ugye ez elég új információ, amit említettem, az, hogy ez a globális felhőzet csökkenés, ez egy nagyon fontos tényező. Ez, ez eddig nem volt benne a köztudatban, hogy a visszacsatolások már ilyen léptékűek. És hát például az emberiség most ugye a tengerhajózás révén eddig azért valamelyest geomérnökösködött, azaz próbált hűteni a klímát, nyilván nem tudatosan, ugyanis a tengeri hajóknak a, a füstjében levő kén részecskéken nagyon sok felhő képződött. Most ugye a kenet korlátozták a, ezeknek az üzemanyagában, és ezért kevesebb felhő képződik az óceánok De fölött. Tényleg magunknak okoztunk egy problémát? Ö, igen, hát Jót akartunk nyilván azt, hogy, hogy, ne legyen savas eső, ne legyen, ne legyen a kikötőkben a levegő minőség elviselhetetlen, csak ugye ennek van egy mellékhatása, nevezetesen, hogy tisztul a légkör, sötétednek az óceánok, fogynak fölülük a felhők, és az alacsony szintű felhők, és emiatt több energia, napsugárzás energiából több nyerődik el. Mi az, ami egyébként még így a klímamodellekben nem nagyon van benne. Sokat emlegetik, csak ilyen nagyon mellékmondatokban a permafrostot, tehát az örök <coughs> fagyott talajt, ami leginkább Oroszországra jellemző, de lehet, hogy Kanadára is, annyira most nincs előttem így a, a geoföldrajz, ami azt jelenti, hogy van egy olyan terület, ami sosem olvad meg, gondoltuk eddig, de minthogyha már itt is lennének olyan területek, amelyek olvadnak, ahol egyébként meg nagyon, nagyon sok metángáz van a, az előzetes feltételezések szerint a metánnak milyen hatása van mondjuk egy széndiokszidhoz képest, hogyha túlságosan sok kezd el akár a talajból szivárogni a légkörbe? Hát pontosítanék, azért nem metángáz van elsősorban, hanem szerves anyag, aminek a bomlásából Keletkezhet metán, hogyha a levegőt elzárva bomlik, akkor, akkor ugye metán lehet az egyik végtermék. Hát a metán az például 80-szor erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid egységnyi tömegre, mondjuk egy kilogramra vetítve, és 20 éves időskálára. Tehát én, a, én ebben a 20 éves időskálában gondolkoznék, mert itt az emberiség sorsa szerintem ebben a 20 évben fog eldőlni, meg nagyjából az éghajlat számunkra nagyon kritikus dolgai is most fognak eldőlni, tehát ez a 80-szoros szorzó, ez rengeteg. Tehát most már nagyon nagy hányadát az üvegházhatásnak, nem is a széndiokszid, hanem a, a, a metán képviseli, kb. az egyharmada a széndiokszid kibocsátás, vagy hatásának az a, az a hatás, amit a metán fejt ki. És a metán csak a permafrost olvadásból, vagy más területekről is? Hát, hogy az légkörbe. a földgáznak az, az alkotó része, vagy hát a fő alkotója. Tehát a földgáz felhasználása, szállítása során veszteségként rengeteg metán kerül a légkörbe. Egyébként ez is egy picit kozmetikázott. A cégek bevallása szerint sokkal kevesebb, a mérések szerint sokkal több, és hát ugye még az állattenyésztést emelném ki a kérődzőket, amelyeknek ugye hát globálisan jelentős a, a metán kibocsátása. Egy ö, tehén az úgy ö, 60 kg metánt ereget a levegőbe évente, elől-hátul. <laughs> e, és hát ugye rengeteg, e, maga a hústermelés miért az élelmiszeripar miatt rengeteg-rengeteg e, tehére kell gondolni, amikor erről beszél az ember. E, kevés szó esik róla, de ha már itt szerves bomlást említett, mi a helyzet a szeméttelepekkel? amelyek világszerte egyre terebbi esetnek, hát valahova ugye kell rakni a hulladékot, mindig vannak erre kijelölt területek, de hát nem gondol, aki már járt szeméttelepen, az nyilván tudja, hogy milyen ott a szag, de hát nem gondolná az ember, hogy ott is csupa jótékony folyamat történik. Nem, hát az egy elég jelentős forrás, metán forrás, ugyancsak, tehát ez a, az eltemetett hulladéknak a bomlásából ö, rengeteg metán kerül, főleg, hogyha az nem olyan körülmények között van a föld alá téve, akkor nagyon sok metán szabadul fel. Ez tény. Egyébként a szennyvíz ö, kezelésnek is lehet metánhozadéka. A metánhozadéka természetesen. Tehát minden gyakorlatilag nagyon sok emberi tevékenység az, az ez, ehhez hozzájárul, és ugye ezek olyan jellegű kibocsátások, amiket nagyon nehéz korlátozni, mert ezek nem egy kéményen jönnek ki, hanem mindenhol. Tehát ezeknek a, a, a korlátozása az, az még a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez képest is sokkal nagyobb kihívás. Akkor igazából sokkal összetettebb a probléma, mert tényleg annyira a széndiokszid kibocsátással lett kihegyezve az egész krímaváltozás, kezdve attól, hogy a gépjárművek mit bocsátanak ki, ugye. Próbált egyfajta ilyen elektromos átállásban gondolkodni mindenki, aztán gyakran a közlekedést ide, ide ö, hozzák, ö, csupa csupa olyan dolgot, ami az embernek a mindennapi mozgásához szükséges, vagy úgy gondoljuk, hogy szükséges. Ö, szóval ö, akkor ennél jóval összetettebb a probléma, tehát egyszerre kéne ö, metánkezeléssel és széndiokszid csökkentéssel is foglalkozni, már persze meg lehet oldani. Hát én sorolnék még több üvegházhatású gáz, tehát egyáltalán csak ez a kettő. Van, sokkal több van. Uh, igen, tehát a, a széndiokszidnak jó a marketingje. <laughs> tehát azt uh, kiemelték, és hát ugye utána azt uh, gondolták róla, hogy ez az egyetlen, hát messze nem. És hát ezzel se tudunk mit kezdeni egyébként a széndioksziddal se, de, de ezzel egyáltalán nem oldanánk meg a, még az üvegházhatásnak a, a, a problémáját sem. Uh, úgyhogy ez a széndiokszid önmagában, ez így nagyon gyenge. Metán mellett akkor mi még, mi esetleg eszébe Ami... Hát például a, di a dinitrogénoxid, dinitrogén oxid, ami ugye a talajokból jön ki, e, aztán a freon származékok, most már ugye ezek a hidrogénezett freon származékok nagyon erős üvegház potenciára rendelkeznek. Azt még használják ezt a... Hogyne, ne hogyne, hogyne. Hát ezek már nem az ózont bántják, hanem ezek annak a, azoknak a helyettesítő termékei óriási mennyiségben, légkondicionálók, Hűtőgépek, ipari rendszerekben rengeteg ilyet használnak. Tehát igazából csak átalakítottuk a problémát. Tehát az ózon, mert ugye ez a 70-es, 80-es évben volt egy nagy téma, hogy az ózon lyukakat ezek a gázfelhasználások okozták, akkor azt már nem bántja, de igazából a légkörnek nem túl jó. Hát az üvegházhatása az roppant erős, igen, ezeknek a, a helyettesítő vegyületeknek. Van-e bármiféle Konszenzus, vagy akár elmélet arról, hogy mit lehetne akkor ezzel tenni. Tehát azzal, hogy legalább a legrosszabb hatásokat elkerülje az emberiség. Találkozott-e a tudom tudományos pályája során ilyen ötlettel, javaslattal? Hát igen, van egy konszenzus, ennek is nagyon jó a marketingje, ez a, ez a zöld átállás, illetve hát a, a dekarbonizáció, tehát ami kizárólag a a széndiokszid kibocsátás mérséklésére koncentrál, ez is teljesen sikertelen. Tehát ugye ezt 1992 óta úgymond szándéka van az emberiségnek, hogy ezen változtasson, akkor volt a riói csúcs, és hát a Párizsi egyezmény 2016-ban meg aztán ö, nagyon komoly vállalásokat, ö, ajánlásokat fogalmazott meg, semmi nem történik. Soha nem látott magasságban van a szén felhasználás az olaj is csúcsokat döntöget, és hát a fosszilis energiának az abszolút mennyisége, amit felhasználunk, elégetünk, az folyamatosan növekszik. Legutóbb másfél százalékos volt a növekedés az előző évhez képest. Ez, ez mutatja, hogy itt csak a szavak szintjén történnek a dolgok. A zöld átállás az a más technológiára épülő, tehát szélenergia, vízenergia, a atomenergia, ezt tudom, hogy nincs benne, bár lehet, hogy erről megindul majd a vita, és esetleg benne lesz. Szóval igazából, ha nincs zöld átállás, akkor akkor miért nincsen szerint? Hát nem, nem az, hogy nincs zöld átállás, mert azért az látszik, hogy ezeknek a, a megújuló energiatermelési módoknak egyre növekszik a részaránya, illetve hát növekszik az abszolút volumene is méghozzá két számjegyű növekedést produkálnak helyenként mondjuk Kínában. A baj az, hogy közben a világ energia felhasználása növekszik folyamatosan, illetve az is, hogy ezeknek az előállításához pedig foszilis energia kell, hiszen a gyáraink, az üzemeink azok kizárólag foszilis energiával működnek, amelyek ezeket az energia termelő eszközöket elő tudják állítani. Az igazi probléma akkor a megújulókkal vagy zöld energiával az, hogy nem tudunk egyfajta folyamatos rendelkezéssel állást biztosítani? Hát az az egyik probléma, a másik az, hogy nem megújuló. Hiszen anyagában ezek az eszközök, ezek háztartási eszközök. Egy napelem ugyanolyan háztartási eszköz, egy energiát alakító berendezés, mint egy vasaló az is az elektromos áramból csinál hőt, és tudunk vele vasalni, hát a napelem az meg a nap ö, ö, fényenergiájából csinál elektromos áramot, tehát, hogy villamos energiát, tehát ö, ez nem meghújuló anyagában, ez egy két-három évtizedig működik, utána hulladék lesz belőle, újra le kell gyártani, tehát ez... Igazából akkor a, abból azzal van, úgymond koncepciójában a probléma, hogy igazából ez is anyagból van, ugyanúgy le kell gyártani, és aztán a haszontalan anyaggal kezdeni kell valamit. Így van, és ez mind, mind energia, és hát a nagy része mind, mind foszilis energia, hogyha a valóságot nézzük. Tehát ez is, ennek is jó a marketingje egyébként. Tehát ez a megújuló energiaforrásoknak is remek a marketingje. Nem is gondolkodnak az emberek, hogy hát ezek valójában micsodák. Mert hogy mondjuk elő kell állítani egy szélturbina, lapátkereket és meg hát sorolhatnánk az alkatrészeket, ami ez vagy műanyag, vagy alumínium, vagy valamilyen anyag, hát kell. meg a lábeton mondjuk rengeteg, hogy ezt a nagy tornyot ne döntse fel a szél. Ha, ha mondjuk ennek is jó a marketingje, akkor tulajdonképpen eljutunk majd odaig egy ponton, hogy lesz valamiféle összeomlás, amit a klíma kényszerít ki, és akkor az emberi tevékenység jelentős része ezek szerint emiatt csökken majd remények nem szűnik meg teljesen, vagy mi az ön ö, víziója jövőről hát ezzel kapcsolatosan? Igen, én nem gondolnám, hogy a klíma fog minket nagyon vágni, én azt gondolom, hogy az kellemetlenné teszi a, a mindennapjainkat, illetve hát lesznek olyan időszakok, amikor majdnem elviselhetetlen. de önmagában szerintem a klíma nem fogja az emberiséget eltörölni a színéről. A, mi magunkat sokkal jobban, hatékonyabban el tudjuk törölni, Lást háborúk, lást mindenféle egyéb társadalmi problémák. És az erőforrások válságát szeretném még kiemelni, tehát azért nem becsüljük meg kellő mértékben a természeti erőforrásainkat, és most itt nem feltétlenül az élő természetre gondolok csak, hanem azokra az ásványkincsekre is, amelyekre tulajdonképpen az egész modern civilizációnk épít. Mire céloz ezzel kapcsolatban? Hát ugye bármire, szó, bármire. Tehát szó volt arról, hogy az erőforrásainkat feléjük, szó volt arról, hogy ezeknek a megújuló energiaforrásoknak az előállításához mindenféle uh, anyagra van szükség, hát ezek az anyagok korlátos mennyiségben állnak rendelkezésre, épp úgy, mint az olaj, tehát ezeket uh, ugyanúgy ki fogjuk uh, meríteni, el fogjuk használni, mint ahogy azt a lassan a foszilis uh, energiahordozókkal tesszük. Uh, Ilyenkor szokott az lenni ellenérvként, még akkor is, hogyha valakik nem annyira hisznek a klímaváltozásban, hogy jó, jó, a 70-es, 80-as évben is azt mondták, hogy még 20-30, max 40 év az olaj, de lám-lám még mindig van, még mindig uh, tudnak kitermelni, mert hogy közben a technológia fejlődik. Uh, ez az állítás önmagában ön szerint akkor nem igaz, vagy vagy másképp igaz, tehát mondjuk mélyebbre kell fúrni, költségesebb, kevésbé hasznos. Igen, tehát én azt, nem szeretem azt a szót, hogy elfogy. Semmi nem fogy el erről a földről, uh, hanem egyre nehezebben hozzáférhető. Tehát egyre nagyobb energia és anyag ráfordítással termelhető ki. Hát annak idején, amikor az olajra rátaláltak, akkor gyakorlatilag majdnem leszúrtak egy nádat és főspriccelt az olaj, most több ezer métert kell fúrni a tenger alatt, hogy, hogy ki lehessen nyerni az olajat, de ha mondhatnék hasonló példákat. Tehát sokkal nehezebb ezekhez most már hozzáférni, és ez az energiafelhasználása, illetve anyagfelhasználása ennek az ágazatnak például, tehát a bányászatnak az egyre növekszik. Ezeknek a koncentrált erőfordulásoknak a mennyisége az egyre csökken. Tehát ez a folyamat tulajdonképpen, ez egy folyamat, ez nem olyan, hogy egyszer csak mint a boltba, hogy nincs kifogyott, és kiteszik a táblát. Ez egyszerűen egy folyamat, ami, ami emészti fel az erőforrásainkat egyre nagyobb arányba. Tehát egyre több erőforrást kell abba fektetni, hogy legyen energiánk például. Hmm. És akkor ennek lesz egy elég, most egy közgazdasági szakszót fogok idehozni, egy határértéke, aminél már közgazdaságilag nem éri meg, vagy egyszerűen elfogynak a lehetőségek, és már nem lehet felhozni ezeket az anyagokat. Igen, tehát nem, én nem szeretem a közgazdaságtan olyan értelemben, hogy az a pénzzel sok mindent el lehet élni, sok mindent lehet uh, megoldani, de hogyha valami fizikailag korlátossá válik, és egyszerűen nem jön ki a föld alól abban az ütemben, ahogy az emberiségnek szüksége lenne rá, ott már a pénz nem segít. Tehát ott már a semmiféle varázslat, káprázat, menedzsment ezen már nem segít. Mostanában hallottam egy kifejezést arra, ami uh... Szeretnék leírni az emberek azt, hogy mi történhet nem csak a klímaváltozás, hanem népességnövekedés, gazdasági kiszámíthatatlanság gok miatt is. Ez a polikrízis nevű kifejezés. Akkor tulajdonképpen a klímaváltozásnak a hatásaitól, vagy hatásaival nem csak azért kéne foglalkozni, hogy más tehát, ne csak úgymond megsüljünk, meg szomjan ilyen nagyon leegyszerűsítve, hanem mert megakadályozunk esetleg egy folyamatos társadalmi erodálódást. Igen, a polikrízist annyival árnyalnám, hogy itt ugye nem egymás melletti válságokról van szó, hanem egymással összefüggő. Tehát például, ha az éghajlatváltozásra gondolunk, akkor például ez a melegedés, ami most uh, tapasztalható, ez például sokakat arra ösztönöz, hogy légkondicionálót szereltessenek fel. Ergo az energiafelhasználásuk növekedni fog azért, hogy mondjuk a klíma hatása vagy a klímaváltozás hatása ellen tudjanak védekezni. És ezzel egy ördögi körbe kerülünk, mert akkor ahhoz még több anyag, még több energia, szükséges, és azért van most már kritikus helyzetben például az áram szolgáltatás nyaranta nyár estéken, amikor a napelemek pontosan nullát termelnek, viszont a légkondicionálókat mindenki csúcsra tekeri, hogy tudjon aludni. Tehát ezek, ezek komplex problémák, amelyeknek nem egyszerű a megoldása, az kétségtelen. Ugye ezt gondolom a vízfelhasználás, tehát mondjuk egy adott területen e, túl sokan élnek, túl, a víz, túl nagy a, vízfelhasználás, mint amire egyébként van példa e, most már afrikai e, nagyvárosokban, vagy e, dél-amerikai nagyvárosokban, tehát ez a probléma gondolom. Meg most már Magyarországon is vannak olyan települések, ahol mondjuk ott inkább műszaki okok miatt, de, de komoly e, vízkorlátozások vannak, e, például megtétják a locsolást, vagy autómosást, ami mondjuk szerintem teljesen legyen van helyén való. Hogy lehet erre, hogy lehetne, inkább ezt a szót használom, felkészülni a jelenlegi folyamatoknak a tompítására, akkor ön szerint gondolom azért van egy elképzelés ezzel kapcsolatban a fejében, hogy ha teljesen leállítani nyilván nem is lehet mindent energiafelhasználásban, utazásban, élelmiszeripari termelésben, mert hát az lehet, hogy még rosszabb dolgokat okozna, sőt biztos, akkor hogy lehetne ennek a hatásait tompítani, vagy megtanulni vele együtt élni? Hát ez a jó kifejezés, ez az utolsó, tehát hogy megtanulni együtt élni, fogadjuk el, hogy ez van, úgyse tudunk mit csinálni, tehát itt a, próbáljuk a saját életünket ehhez igazítani, tehát ugye nem véletlen mondjuk a mediterrán országokban, ugye a Sziesta intézménye, az egy, egy Nevető túlélési korlatt. technika, hát lehet, hogy majd itt is az lesz, hogy akkor mi is sziasztázunk, nem biztos, hogy az olyan rossz lesz egyébként délutánonként szunyokálni egyet, de tehát, hogy ilyen fajta életmód szokásoknak a megváltozásával sokat lehet tenni. Az, azon kívül pedig ugye az energia felhasználásunkat kellene mindenképpen mérsékelni, ezt mondjuk úgy tudjuk megtenni, hogy hogy például, ha leszigeteljük a házunkat, vagy leárnyékoljuk, és, és ezáltal mondjuk a hűtés igénye, meg a fűtés igénye is lecsökken, ezzel adaptációt is megvalósítottunk, meg nyilván a, a hatást is mérsékeljük, azzal, hogy kevesebb energiát használunk fel, kevesebb üvegházhatású gázt eregetünk a levegőbe. Tehát ezek ilyen kombinált, ilyen túin van hatás, amit érdemes végig gondolni mindenkinek, hogy hol tud a saját életében akár a pénztárcája kedvéért is, mert ez nyilván arról is szól, észszerű dolgokat megtenni. Ez mondjuk ugye az európai életmód része, de Ázsiában vagy Afrikában, ahol tényleg nagyon-nagyon kitett területeken az emberek, ott gondolom nyilván ez nem elég. Hát ott nem tudnék tanácsot adni, hát az már most is a, a létfenntartás határán billeg, ami ott van helyenként. Ott nagyon nehéz bármit is mondani. Én most itt Mit Európa, Európa, Európára, meg mondjuk Magyarországra gondoltam ezeket, nyilván másoknak sokkal rosszabb a helyzetük. Ö, említett ezt a húsz évet, hogy húsz év alatt, az elkövetkező húsz évben derül ki, hogy mi lesz a klímával. Miért pont 20 év után nem folytatódnak ugyanúgy ezek a folyamatok? Hát ugye szó volt erről a polikrízisről. Én azt gondolom, hogy 20 év múlva vagy legkésőbb húsz év múlva ezek úgy össze fognak érni, ezek a krízisek, és annyira nyilvánvalóak lesznek mindenki számára a közöttük levő kapcsolat, hogy ott már nagyon komoly társadalmi, politikai, gazdasági és egyéb problémákra kell számítani. Tehát ott, ott nagyon komoly változások előtt fognak bekövetkezni. Akkor már nyilvánvalóan lehet drasztikusabb intézkedéseket hozni a hát Tehát például hogy akkor el fogják például. fogadni az emberek? Hogy ne? Például, hát akkor korlátozások lesznek, egyébként más országokban, amelyekről szó volt, most is vannak. Csak ugye mi nem vagyunk ezekhez hozzászokva, akkor majd áramkorlátozás lesz, nem tudom, x óráig lesz áram, aztán akkor mindenki kezdjen azzal, amit tud, ami, valamit, ha akar. Tehát azért lehet, hogy lesznek itt olyan dolgok, amelyekkel próbálják a társadalomnak a működését valamilyen módon megtartani. Hallottam egy olyan, talán Nigériából egyébként egy ilyen ö, érdekes sztorit, hogy ö, mosáshoz nagyon kedvelik ö, a régi magyar átalakított hergomat mosógépeket a háziasszonyok, mert ha elmegy az áram, ö, az a régi mosógép nem megy tönkre, nem úgy, mint az automata ö, mosógép. Ö, magyarán fogalmazunk, ők így, így próbálnak meg néhol ö, adaptálódni ö, Ettől függetlenül, hogy mondjuk 15-20 év múlva mi lesz, számít-e arra, hogy mondjuk a közbeszéd ezzel kapcsolatban megváltozik, akár döntéshozói kormányzati részről, és mondjuk elkezdődnek olyan intézkedések, hogy nem kérdés, hogy mondjuk betétjek a rövidtávú repülést, hanem tény lesz. Vagy nem kérdés, hogy mondjuk gyakorlatilag alig-alig lesz, lesz majd repülés, vagy nemzetközi turizmus, hanem tény lesz. Hát elképzelhető, de erre azért nem mernék vállalkozni, hogy ilyen jóslatokba bocsátkozzak. Tehát nem tudom, hogy mi, mit fognak korlátozni. Nyilván itt azért a politika azért más ligában játszik, ott nem csak a racionalitás az egyetlen szempont, hanem sokszor az, hogy az emberek mit hajlandók elviselni, és mi az, ami a szavazat minimalizálni lehet. Szerintem ez a célfüggvény ott elsődlegesen, tehát hogyha lehet, hogy racionálisabb lenne mondjuk az utazást megtiltani, és az emberek életminőségét az befolyásolna a legkevésbé, de hogyha az politikailag sok szavazatot elvesz az éppen hatalmon levő formációtól, akkor azt nem fogják meglépni. Hát mondjuk a Covid-nál lát Szódott az, hogy nagyon-nagyon vékony a mesdje azzal, hogy mit lehet még meglépni korlátozás címén, mi az, amit nem, de ott mondjuk egy világszintű járvány helyzet volt, amit talán legalábbis egy ideig jobban elfogadtak az emberek, Na no, mondjuk az ellenintézkedések, oltási kampányok nem már azért voltak jobban problémák meg hát a vége felé a korlátozással is. Uh, itt zárszóként, uh, ha mondjuk uh, energetikai uh, átállásban kéne gondolkodni, uh, az egész klímaváltozásról uh, kapcsolatban a gondolkodás módosításról, akkor itt semmilyen energia átalakítás nem célra vezető, vagy életmód átalakítás, inkább mindennek a visszafogása, amit most jelenleg célra vezetőnek tart? Nem, nem. Hát az úgy nem megy. Szerintem az égha éghajlatváltozást is, meg az energi energia problémáját is csak abszolút életmód életmódváltással lehet megoldani, és tudatos váltással, és annak az elfogadásával. Tehát az úgy nem fog menni, hogy mindenből visszaveszünk, egyébként mindent ugyanúgy csinálunk, csak éppen kevesebbet belőle. Teljesen másképp kellene gondolkoznunk a, a, az életünkről, a szabadidőnkről, a sok mindenről, olyan dolgokat is adott esetben, amit most el se tudunk képzelni. Egy példát mondanék, az internet energiafogyasztása a mostani állapotában az másfélszer annyi, mint a világ összes repülőgépé együttvéve. Csak ez nincs benne a köztudatban. Így van, ezt nem mondják, mert ugye az internet az a zöld, a digitalizáció az a jövő, tehát az egy üzleti ö, érdek, annak is jó a marketing egyébként, tehát ezt erre nem nagyon hívják fel a figyelmet, lehet, hogy ezzel is kezdeni kellene valamit. Na most akkor ezt vetítsük előre, hogy akkor mit szólnak ahhoz az emberek, ha ilyen mértékben nem lehet mondjuk ilyen sebességgel a közösségi médiát használni, meg nem fejlődnek a telefonok, meg a nem tudom micsodák. Nem felhő alapú szolgáltatások vannak, hát, hát ez, ez, ez hát már ettől, ettől kimegy az utcára sok százer ember, hogy itt uh, szerzett jogaik uh, csorbulnak. Tehát akkor ilyesmi, és ez hasonló uh, általásokra gondol, nem feltétlenül arra, hogy akkor mindenki marad a helyén, ahol van, és jóval kevesebbet közlekednek majd az emberek. Hát az is része, de, de, nem csak. Tehát azért nagyon sok mindent meg kell gondolni, és a valóság alapján, tehát ezeket mind ki kell tenni az asztalra, és akkor az alapján ki kell keverni belőle valami működő megoldást. De most nem ez történik. Ha mondjuk tippelnie kéne, akkor ez mondjuk egy ilyen 5-10 éven belül megtörténik, hogy mindent kitesznek az asztalra, és muszáj lesz? Nem, nem. Az egész biztos nem, mert most se tesznek ki, már most is ki lehetnék. Nyilván azt, hogy milyen üzleti érdek lesz a legerősebb, és mi fog az diktálni, azt fogja eldönteni. Tehát ha valaki, mondjuk ez a fintech szektor nem akarja, hogy ez olyan nagyon nagy publicitást kapjon, hogy mennyi energiát használ a, az internet, vagy hát ezek az digitalizáció, akkor az nem fog kikerülni. Azt legfeljebb én elmondom a műsorba, aki meghallgat, az, az legfeljebb utána nézés, akkor elszörnyűködik rajta, de egyébként ez, ez nem fog szélesebb tömegekhez eljutni. Gerencsér Andrással a Pannon Egyetem volt rektorával beszélgetünk, köszönjük, hogy bent volt, és jó munkát, meg jó pihenést így a nyári időszakra, jó hűsölést, és hát reméljük majd legközelebb azért már mennyi konkrétumokról is tudunk beszélni, ha mondjuk ezzel kapcsolatosan történik valami. Az elmúlt kétszer 20 percben a mikrofonnál Nagy Károlyt hallották, ezt a műsorunkat nem csak visszahallgathatják majd a honlapunkon, hanem megtekinthetik a YouTube csatornánkon is további jó rádiózást. Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendefem.hu-n.